Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Terems Dura vállalkozásod beszélgetés sorozat. A következő partnerem Tomán Szabina, aki a Tomán Lifestyle elnöke, és egyben a Tomán Életmód Program megalkotója, ami most már sok-sok ezer embernek segített életmódot váltani. Szabina, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Hadd kezdjem egy személyes vallomással, mert én amikor hallottam a te brandedről, akkor volt bennem valószínűleg a sztereotípiák miatt egy olyan, hogy egy gyönyörű modell, akinek egy üzleti mecénás háta mögé állt, felkérte, hogy az arcával reklámozza ezt egész brandet, és hogy milyen ügyesek, hogy ezt így összehozták. És azt alig vártam, hogy a szemedben elmondhassam, mi most már egy idei ismerősök vagyunk, de így a formális keretek között szerettem volna elmondani, hogy meggyógyjam egy kicsit, hogy én ezt feltételeztem, pedig ezt a birodalmat, ezt a brandet, ezt te építetted fel, nem is egyszerű volt, de nem akarok ennyire előre szaladni, hanem arra szeretnélek kérni, hogy az én személyes érintettségem után a te személyes érintettségedről mesélj egy kicsit kérlek, hogy hogy volt ez a modellváltás után, hogy volt a szülésnél egy túlsúlyod, és hogy hogy jött az egész igény, hogy ebbe az irányba induljál? A testkép, illetve a, a testkezelése, illetve arra, hogy te színpadra kerülsz, azért, mert ilyen adottságaid vannak, egy 79 magas, 9,60-90, ugye a centikből adódóan, és mondjuk még szép a pofid, az egy számomra egy átlagos dolog volt, és mikor be bekebelezett a modell szakma, akkor ez egy rettentő tudatos döntés volt, hogy mire kell odafigyelnem, és mit kell ahhoz nyújtanom, hogy én lehessek az egyik legjobb. Ez nagyon kemény munka volt, azon kívül, hogy, hogy tényleg karban kellett tartani a Ami rengeteg lemondással Pontosan centikről van szó, de nem kilókról, hanem centikről. És ott volt egy olyan, olyan, elvonás, vagy egy olyan, olyan éheztetés, és egy olyan megvonás az én szervezetemtől, mindenféle, minden, ami étkezés, minden, ami szénhidrát, minden, ami olyan, amitől hízhatok, az nekem tiltó listám volt hosszú-hosszú éveken keresztül. Ezt elkezdtem megtanulni, kezelni, beletörődni, hogy ez a szakma ezzel jár. pontosan ezzel jár, és ahogy, ahogy váltottam, illetve egy kicsit megsokaltam az egyedüllétet, ezeket a, ezeket a szabályrendszereket, az, hogy nekem kellett mindig minden országban mindenkihez alkalmazkodnom, nekem kellett nyitnom, ez, egy, ez a sok pak, ami így az évek alatt összegyűlt, az így hazahúzott haza engem, hogy akkor most már elég. És amikor hazaköltöztem, akkor nem adtam fel a külföldi munkákat, mert vissza-vissza jártam, de, de az volt az első szempont az én életem, hogy családot alapítsak, hogy gyökeret verhessek végre. Minden olyan lemondás nélkül, ami, ami eddig az addigi életemet így végig kísérte, És ö, szerencsére megtaláltam a nagy szerelmet, és férhez is mentem, és ö, teherbe estem első kislányommal, ami ugye hatalmas nagy boldogság volt, de a másik felé pedig az volt, hogy na most jött el az, idő, az én időm, hogy nem mondhatja meg nekem senki, hogy mikor és mennyit fogok enni. És ennek lett az eredménye 30, 30 kiló plusz. Azért merem mondani, mert sok helyen megtalálható Igen. róla, tehát hogy ez, Igen. a nők lehet, hogy ezt titkolják, te ott konkrétan ezt bevállalt. Igen, és azt az életutat, amit én addig folytattam, vittem, vagy, vagy, volt az én múltamba, egy 30 kilós felesleggel kellett valahogy átvészelnem. Úgy, hogy az én modelltársaim ugyanolyan szépek, vékonyak maradtak, ugyanúgy dolgoztak, és amikor én mondjuk mentem a kisbabámmal egy divatbemutatóra, akkor, akkor tényleg látszott rajtuk a döbbenet illetve nem csak a döbbenet, hanem, hanem az orvosok is már, 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 már figyelmeztettek, hogy ez, ez kapuja mélyeket? az ilyen. Persze, hát azért az egy 15 kilónál több, az már az egészségedet is károsíthatja. Tehát, hogy ez, ez akkor nekem a saját tapasztalatomon kívül nem tudatosult, hisz ilyen felesleges, soha nem rendelkeztem. Inkább az volt, hogy hazajöttem, és az anyukám mindig tukmált, hogy egy édes lányom olyan vékony vagy. Én vidéki kislány vagyok, vagy vidéki kislány voltam, és amikor hazamentem, akkor ugye mindig ez a vasárnapi dinomdánom várt, és alig várta az anyukám, hogy engem megetethessen, hisz 180 centi magas voltam, és volt, hogy 56 kiló. Tehát, hogy azért az, az, egy nagyon, nagyon drasztikus vékonyságnak számított, és amikor eldöntöttem, és hazajöttem, és családot alapítottam, akkor ez a 30 kiló, ez, ez megváltoztatta az én képemet teljesen. Én egy kicsit elkezdtem azon gondolkodni, hogy mégis hol az én helyem a világban. Megírje újra felvenni azt a harcot a kilókkal, amit én azelőtt a modellkedés alatt végigcsináltam. Annak mi az előnye, mi a hátránya. Több hátránya van, mint előnye, azt ezt most így leszegezném, lesz, lesz és, és, és nem csak saját bőrömön, egészségemben, hanem a körülöttem lévő embereken, a döbbenetet a, nem is megvetést, mert, mert szerencsére az emberi oldalamat szeretik a barátaim és a kollégáim, de, de azért ott látszott. Az, hogy uram Isten, mi történt veled. Ebből, e, ezekből a puttonyokból meg én csak építkeztem, megráztam magam, és azt mondtam, hogy ez nekem nem, nem, nem jó út, és éreztem, akarom, és elindultam egy olyan életmódváltó programon, ami, amihez az én tudásom, tapasztalatom nem volt elég. És elkezdtem szakemberekkel konzultálni, elkezdtem olyan termékeket kipróbálni, amit a piacon lehetett kapni, és így elkezdtem egy olyan életmódváltás programot, tudást, oktatásokon részt venni, ami engem fejlesztett. És ebben lehet, hogy kicsit túl mélyen is belenéztem, mert elkezdtem tényleg saját magamon kipróbálni azokat, amik, amik, amik számomra akkor a legjobb, leggyorsabb és a legegészségesebb utat mutatták ahhoz, hogy ettől a 30 kilótól megszabaduljak. Hát meg, amit még azt hiszem, hogy írtál is, hogy ne koplalás Bizony. útján, tehát hogy az egészséget szem előtt tartva, és ne csak lemondásokkal, hanem valami olyan alternatív megoldás, ahol azért megélheted magadnak bizonyos dolgokat. Igen, mert a fogyókúra, vagy az életmódváltás, vagy bármilyen diéta, amikor az ember e, így meghallja, akkor az első dolog, ami eszébe hogy Uramisten, akkor én, én ez nem mehetek rántott húst. Csak vagy. a lemondás. Csak a lemondás, és csak tiszta víz, és csak mindenféle zöld, aminek nincs íze, nincs mennyiség, mert a mennyiségre is oda kell figyelni, Úgyhogy én összeraktam magamnak egy olyan programot, amit egy magasabb fehérje tartalommal támogattam meg, viszont odafigyeltem a szénhidrát bevitelekre, odafigyeltem, hogy mennyi rostot viszek be a vitaminháztartásra, mert azért egy nagy fogyásnál ugye nem csak zsír ürül, sajnos, hanem minden más jó is, akár vitaminásványi anyagok, stb. Tehát ezekre mind-mind oda kell figyelni. És uh, én ezt hónapokon keresztül csináltam, közel három hónap volt nekem a 30 kiló, tehát hogy nagyon gyorsan fogytam le, de rettentően. Ez drasztikus. És azért Drasztikusnak tűnik, de azért én ezt 9 hónap alatt szedtem fel. Tehát ugye ezt nem évek alatt, hanem nekem a terhesség drasztikus súlynövekedés, és ez amikor én abbahagytam a szoptatást, és akkor, akkor egy drasztikus váltást ö, 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 hoztam az életembe, ami, ami nem csak rám, hanem a szerencsére a családomra is kihatott, úgyhogy egy egyensúlyt próbáltam, mert három óránként kelt még a pici, úgyhogy aludnom, aludni se tudtam rendesen, mert ugye a fogyás, illetve az életmódváltás, a tudatosság, nagyon sok minden. Től függ, nem csak attól, hogy mit veszek le a polcról. És ez a három hónap, ez már azzal a programmal volt, aminek később Márka nagykövete is lett? Igen, nem? pontosan. Erre, erre nem készültem tudatosan, ez ez a nagy változás az én életemben, a barátnőimet, az anyukákat, akikkel összejártam, elkezdte érdekelni, hogy mégis hogy csinálom, és persze két kávé között mindenkinek nagyon szívesen segítettem, csak aztán organikusan annyira megnőtt ez a dolog, hogy egyszer csak azon találtam magam, hogy valaki kopog a lakásomba, kinyitom, és a napoliban álltam egy idegen nővel, hogy akkor segítsek. Az neki már nefogyni. az ismerős ismerőse volt. Pontosan, nem? pontosan, pontosan. Úgyhogy, úgyhogy, akkor így tudatosult bennem, hogy erre valamilyen keretrendszert, valami terméket, valami olyan dolgot kell felépíteni, ami jól működik. A tudás megvan, az akarat megvan, az emberek megvannak, mert jönnek, Az igény az pontosan. Igen, és akkor elkezdtem ennek egy, egy brandet, egy, egy olyan, olyan egy, egy, szlovák terméket elkezdtem kezdtem el forgalmazni itthon, ami, amit aztán két évvel később fel is mondtam azt a szerződést, mert sajnos nem, nem tudtunk úgy együttműködni, ahogy, ahogy az én igényem, az én tudásom nőtt, ők ezzel nem tartottak. Mm. Úgyhogy. Öm, az üzleti... élet megint abba az irányba tolt, úgymond, hogy akkor viszont a saját adatmegalapítást. Képzede? Már az elejétől kezdve Szabina diétának hívták ezt az egészet. Tehát nem, 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 nem a szlovák brendet nevezték meg, hanem engem, hogy az menj a szabinához, a szabina majd megoldja, hidd el a szabinának biztos, hogy van valami ötlete erre. Tök jó mert nem csak arról szól, hogy kap be ezt a tablettát, idd meg ezt a folyadékot, hanem alternatívákat is ajánl, hogy életvitelhez képest, férfi nő, szingli több gyerekes, tehát, hogy olyan alternatívákat és olyan emberközpontú megoldásokat találtunk, találtam nekik, amivel tényleg egy bizalmat, egy, egy, egy olyan, olyan, dolgot alapoztam meg ott velük kapcsolatban, ami, ami hosszú távon kifizetődő volt. És amikor mondtam, hogy váltok, akkor nem is volt kérdés, hogy nem tartanak velem, vagy hogy ragaszkodnak a régi márkához. És így, amikor amikor megfogalmazodott bennem, hogy akkor új vállalkozás, saját brand, akkor két-három marketing csapatnak kiadtam, hogy mégis hogy hívhatnám a diétámat. Eddig ez a tapasztalat, ők mit adnak. És háromból ketten a Tománt javasolták, utána pedig valami Szabina Healthy Life Diet, valami valami ilyesmi volt a harmadik verzió, úgyhogy a Tománnál maradtam, és, és nevemmel, arcommal felvállaltam ezt a brendet. Fantasztikus, és utána jött az a nagy döntés, hogy valami óriási hitelt Bizony. vettél fel. Tehát mondhatni, hogy ólin, mint hogy nem volt más út, nem volt más út, ott volt a lehetőség, ott voltak a vendégeink, vendégeim, ott voltak az emberek, akikkel együtt dolgoztam, és, és, és várták már, hogy mi az a lépés, mi az a tudatos lépés, amit tőlem várnak. Úgyhogy itt, itt én felvettem egy nagyon nagy összeget egy svájci hitelezőtől, ahol elindult egy, egy, egy munka, egy kicsit mókuskeréknek nevezhető, mert akkor nem voltam céltudatos abban, hogy hány év alatt, hány százalékot szeretnék növekedni, hogy nézzen ki ez a hálózat. Ez azért volt? Volt, volt, de az mondjuk 5-6 forgalmazói szalonra. Tehát én azzal nagyon boldog lettem, hogy most van 31. Tehát, hogy én, én, én kicsit túllőttem, vagy nem is tudom, túlhúztam ezt a céget ilyen szinten, hogy, hogy annyira dolgoztunk benne, évekig nem voltak ennyire ennyire megadott célok, sem számokban, sem terjeszkedésben. Olyan sok feladat volt folyamatosan, hogy csak dolgoztunk, 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 és amikor egyszer egy kócsommal leültünk, és beszélgettünk, és, és akkor mondta, hogy te büszke vagy hárman, nem, nem tudom, mert az még nem annyira jól megy, azt még szeretném, meg hát mégiscsak hát ezt mindenki meg tudja csinálni, és akkor ült, állj, És akkor tudod, hogy hol ülsz te? És akkor így mondtam, hogy hát euh, tudom. Ha ide jönne valaki, eladnád a céget? És akkor még azt mondtam, hogy dehogy is, hát hogy képzelhetsz ilyen az én nevemet, a brendemet, az én álmomat, e, ezt én teremtettem magamnak, és én ezt még szeretném csinálni, mert én ezt tényleg szeretem csinálni. És utána egy fél évvel, évvel később, amikor már egyre nagyobbak lettünk, és egyre tudatosabban léptük a, a lépcsőfokokat, a cél felé, akkor megfogalmazodott bennem, hogy igen, van értéke ennek a cégnek, és hogyha valaki ezt az összeget nekem felajánlja, akkor lehet, hogy eladom a cégem. Most is nyitott lennél az exitre? Igen. Tényleg? Igen. Mi az oka ennek? Mert hogy ugyanúgy azt láttam, hogy a lelkesedés megvan, esetleg elfáradtál? Vagy? Nem, nem. Mi nem csinálnál száz... utána? Hú, Most nagyon sok, így... nagyon sok álmom van a, 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 a padláson, és, 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 lehet, hogyha valaki levenné a működést, vagy akár a terjeszkedést, ugye, ahogy előbb is említettem, azért nekem ez a közel és, 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 a terjeszkedés nagy álmom. Sőt, tehát Amerikát is Pontosan, azért. az pedig a következő lépés. Uh, akkor sokkal többet tudnék fókuszálni más olyan projektemre, ami, ami alszik tényleg a padlásra. Ez azt jelenti, hogy akkor nem. te befektető társba gondolkodnál Igen. inkább, mint... Teljesen ö... nem engedném el. Teljesen nem engednéd, aha. Nem, nem. semmiféleképpen nem abban gondolkodom, hogy eladom, és, és akkor holnaptól Értem. én nem vagyok ott, hanem, hanem ez, is, ez is szerintem az a tudatos döntés már, ami a cégemét és a brendemet építi, hogy a terjeszkedést megkönnyebbítsem, meggyorsítsam. Mivel nem tudok mindenhol ott lenni. Ezért, ezért egy olyan partnertársat keresnék, aki azt mondja, hogy akkor felvállalja azokat a feladatköröket, ami azokban az országokban, azokban a régiókban jól működne. A diet szót, hogyha beírjuk a keresőbe, akkor döbbenetes, hogy milyen milliárdos nagyságed találat. talál. Hát képzeld el, és... amikor én alapítottam a céget, akkor beütöttem a, a, az internetre, mert hogy gondolkodtam, hogy mi legyen a név, és hogy, és a diet szóra 0,43 század másodperc alatt több mint egy milliárd, több mint egy milliárd találat jött ki. És ez képest akkor mi a Tomándájatnak a titka? Mert azt tudom, hogy, hogy nem csak arról van szó, egyrészt nem étrendkiegészítőkkel nem, foglalkoztok, hanem ez a szárított eljárással, ilyen speciális eljárással élelmiszereket gyártotok, és hogy ez az egész úgy van, hogy programba ágyazva, tehát hogy egy ilyen fogom a kezed típusú. Igen, ugye? igen, igen, igen. Ezen kívül mi az, ami még úgy gondolod? Mert még ilyenekről is hallok azért, tehát, hogy van az, hogy X-faktor ilyen szempontból, olyan szempontból, de valamiért a tied az, 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 dübörög, és kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, mint alapító, mint, mint a cég elnöke. Én azt gondolom, hogy jó, jó a csapatom. Tehát, hogy ö, olyan forgalmazóim, olyan, olyan hálózat, rendelkezik a Tomán cég, ami, ami nagyon kevés van jelenleg az országban, ahol mindenki ugyanazt képvese, képviseli, aki mindenhol ugyanazt a minőséget nyújtja. Tehát a franchise olyan jól működik, hogy tényleg sikerül duplikálni? Igen. igen. Jók az embereim, jót, jók a tréningek. Mikor volt De a mondani? váltás a franchise-ra? Mert volt az a szint, amíg nőtt, és egy bizonyos szinten azt mondtad, hogy na ezt most Harmadik, már nem lehet a standardet hozni. Igen, három éves. éves volt a cég. 18-ban döntöttük úgy, hogy akkor a franchise hálózatot elindítjuk addig partneri együttműködéssel. Igen, csak mondta, hogy akkor már annyi minden volt egy kézben, egy összpontosult, hogy azt már le kellett, hogy te Azt formát. már le kellett, illetve azt, az még, hogyha egy kicsit visszacsatolhatnék az előző Kérlek. kérdésedre, hogy, hogy mitől működik. Ugye a prémium kategória a minőségén erre nagyon-nagyon-nagyon sok időt és energiát és pénzt szánok arra, hogy ezeket a terméket nap mint nap én is fogyasztom. És fogyasztani is szeretném. Olyat nem szeretnék eladni, amit én nem eszek meg, vagy nem nem használnék. Úgyhogy ez szerintem ez az elsődleges olyan bizalom szerintem a vásárlóim Tol, hogy ő is ugyanezt teszi. Mert tényleg, hogyha én azt mondom, hogy akkor most fú, egy nagy nyaralás után pár kilótól szeretnék megszabadulni, akkor szépen veszem elő az első szakaszt, segítenek a lányok, megyek mérésre, és én is ugyanezt viszem végig. És bármi, ami az esernyőbrendet, ugye, mert most már arról beszélhetünk, mert most már van beauty, vannak vitaminok, vitálok, vannak kiegészítőink, vannak food, liszt, fűszerek, olajok, ezeket mind megtalálod az én konyhámban. Tehát hogy én nem csak mondom, hanem én tényleg. Miatt nagyon fontos, Pontosan. hogy nem bortiszol és vizet prédikálsz, Pontosan. hanem te is ezt fogyasztod. Megeszem a pizzát. Tehát, hogy félre ne, le, félre ne értsék, én, én nagyon szeretek enni. És uh, ez, az, ez a hedonista Kira is hozzá léten. szemben, mikor beszélsz é, ugye, azért ez a modell de... időszak az nagyon kemény lehetett, hogy ennyi lemondást nagyon... tudtad így tartóztatni magad, mert tényleg van, akinek szerintem ez könnyebben megy, de nálad azt érzékelem, hogy te tényleg szeretsz enni. Igen, van olyan szerencsés alkat képzel, aki nem szeret enni. És én azt mondjuk nem értem, tehát, hogy mint a kínaiul beszélne, de hogy, de hogy én nagyon szeretek enni, és nagyon szeretek kipróbálni ételeket, nagyon szeretek alkotni ételeket, tehát, hogy íz kombinációt, én szeretem az kevesebbet sajnos, de, de, de szeretek főzni. Akkor kiéledi a kulináris élvezeteket. Pontosan, apja? pontosan. Nemrégen mondta egy barátom, hogy hát tudod, sokkal könnyebb, hogy is mondta, hogy Kevesebbet edni, mint többet edzeni. És én így néztem rá, mondom, figyelj, nekem nem. Tehát nekem yes. sokkal nehezebb kevesebbet Ingen. enni, inkább edzek többet, igen, de az igen. evés, azt, 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 azt élvezem én igen. is. Azt nagyon szeretem. Úgyhogy azért mondom, nem csak az edzés evés, azért itt a fogyás, illetve az, hogy egészséges életmódot tudj élni, ahhoz az alvás... A psziché, tehát hogy nagyon sok összetevője Komplex. van ennek a dolognak, ez nem csak ez a kettő, hogy eszek vagy mozgok, vagy mind a kettő, vagy, vagy egyik se. Tehát, hogy, hogy amit még nagyon szeretnek a vendégeim, hogy mi mindig az arany középutat képviseljük. Mi nem szeretnénk szélsőségekbe menni, mert az senkinek nem jó egy idő után. Én tudom. Majd mindjárt visszatérek még ehhez a kérdéshez, mert azért most sok mindent elmondtál, a csapatra hivatkoztál, a hitelességet szóba hoztad, a prémium minőség, amiben rengeteg időt, energiát és pénzt áldozol, illetve az arany középút. Tehát majd még szerintem biztosan fogunk tudni ehhez a listához de nekem ami nagyon izgalmas az az, hogy, hogy női vállalkozóként egy olyan finomságot hoztál be ide a stúdióba is, üzletasszonyként, és ezt amióta mi kommunikálunk, ezt tapasztalom, hogy mindig kérdés bennem az, hogy hogy tudsz így helytállni, vagy hogy nem, nem volt ebből kellemetlenséget, nem próbálnak ezzel visszaélni, hogy, 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 ilyen finom női minőséget hozol, és ennek ellenére egy komoly birodalmat építesz. Tehát ez valahogy így a sztereotípiák miatt nehezen félre az én fejemben. Segítesz megérteni, hogy, hogy mit tapasztalsz, hogy tudod ezt megélni, hogy, hogy, hogy ne ne egybe, és ne az legyen, hogy mert nem tudok elképzelni, hogy egy mítingen az asztalt csapkodod. Van, Tényleg? Az olyan, hogy az Köszönöm, tudom. hogy ezt mondod. De, de az már az már az, az eset, amit, amit már a kollégáim is megértenek, amikor azt mondják, hogy Szabina, e -e teljesen igazad van, ez már az a szint, amikor, vagy ez már az a nem tudom, a tizedik probléma a nap napodban, ami, ami tényleg azt mondom, hogy lehet, hogy ezt nem kéne, vagy ezt, ezt már nem lehet nőiesen, nagyon higgadtan végigvinni, mert, mert a hibáik, tehát hogy bármennyire is jó a csapatom, és aki dolgozik, az hibázik. Így van. De nem ők hibáznak a nap végén, hanem én. Bármennyire a felelősség a tiéd, az pontosan, minden esetben. Pontosan, százszerzalékosan. És ez az, amit, ez az, amit próbálok nagyon átadni, és azt gondolom, hogy ezért erős az én csapatom, mert ők, mert ők tényleg érzik annak a súlyát, hogy a cég mögött van egy arc, van egy ember úgyhogy szerintem is, vásárra. Pontosan. Nem csak a brandet, a nevem. Tehát a hogyha bőrödet, valami igen. igen, ha valami nem nem úgy működik, akkor akkor nem csak a brendem, és és ez rizikófaktor a is a nevem, a státuszom és minden más. Hogy állsz a stresszel? Mert elképesztően, amikor dolgozol, akkor nagyon feszített a munkarended. Mire összehoztuk ezt a találkozást, azért ez is több idő betelt, és hogy mindig a stáb mondja, hogy nem, a Szabinát most nem lehet a Szabina. Itt van, ott van, ott van. Tennek ennek erre, amikor bejöttél, éppen be, bocsánat, hogy így fogalmazok, beestél egy haragul, másik de hogy igen. is igen, őt, köszönöm, igen. hogy itt vagy, csak arra mondom, hogy emellett nem érzem rajtad azt a, a stresszt, a feszültséget. Hogy tudod ezt kezelni? Vannak vannak helyzetek, amiket, amiket egy kicsit nehezebben ö, kezelek, és van az a pont, amikor becsukom az ajtót, és akkor ne zavarjon senki. De de tényleg annyira együttműködünk a csapatommal, hogy akár, akár a jobb kezem, akár a kolléganőim, de a, de a konzulenseim is látják, amikor. Hú, hát ezt én már nem bírnám, úgyhogy szabina mond, hogy mi az, amire mondjak én nemet, vagy, vagy ne engedjen be, vagy csináljuk öt percre ne stresszelj, kérsz valamit, mit adhatok, mit hozhatok, tehát hogy nekem tényleg nagyon jó sorom van. És nagyon szeretnek téged. <laughs> Én ezt tényleg is érezhető, igen. Hát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy ennyi nő mellett, között tudok úgy, úgy, úgy kiteljesedni, akik, akik tényleg egyként kezelik ezt az egészet, és saját magukénak érzik a, a, projektet. Úgyhogy ez, ez engem nagyon tölt. Úgyhogy a stressz maga itt van az életemben, azt meg kell tanulnom, azt tudom, hogy haza nem viszem, tehát, hogy én öt után leteszem a lantot, és nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. Hogy se ő, telefon, se e-mail. Nem. nem, ha van valami nagyon esőes dolog, akkor persze, kivételes események, igen, de oda vagy bevonom a családomat, vagy alternatív megoldást keresünk a párommal, mert szerencsére jó a háttérországon, mert ő is üzletember, maga. és uh -huh. ő is átéli, hogy igen, valamikor ott kell lenni, nem tudsz máshol lenni, és le kell mondani, vagy át kell helyezni arra az időszakra a hangsúlyt. Úgyhogy ebben, ebben szerencsére van egy társam, partnerem, aki segít. Megtalálod, az egyensúlyt az üzleti élet és a magánélet között ez a igen. tipikus work life balance működik igen, akkor. Igen, igen. És a, az a, ö, maradnék még egy kicsit ennél a pontnál, hogy finomság és üzleti élet. Mert itt most a cégedben való működésre sikerült, legalább kiprovokálnom azt, hogy van olyan, hogy te is kiösszes a de ö, globálba kérdezem, hogy nagyon komoly ö, volumenű tárgyalásokon veszel részt, ott ö, nem tudom mi az arány most. Én azt tudom, hogy ebbe a beszélgetés sorozatba nagyon kevés hölgyet tudok elhívni üzletasszonyként. Én is, mert annyira hálások egyébként a, a hölgy nézők, hogy végre, végre egy nő, végre én is kapok inspirációt, mert ö, általában az van még mindig, hogy az üzleti élet, férfiak is, nem tudom mi, és te egy olyan üdítő például Hozol, hogy, hogy tényleg érzem belőled ezt, a, ezt, a, ezt az elfogadást, harmóniát, finomságot, tehát ezt a női minőséget. Viszont az mi mindig kérdés bennem, ami most a cégen túl, hogy amikor mondjuk partneri szerződéseket kötsz, hogy amikor olyanok vannak, hogy ez a nem a Wall Street farkasa, de mondjuk <laughs> ilyen típusú erősebb mezőnyben hogyan tudsz érvényesülni ezzel a minősége, vagy oda is beviszed akkor azt, hogy a sarkad rász, hogy, hogy... Soha nem veszem fel a kesztyűt olyan üzletemberekkel, akik arrogánsak, vagy vagy vagy, vagy, le, vagy ki akarnak mozdítani engem ebből a balanszból. Én mindig nő leszek, és női szeretnék maradni abban a helyzetben is. És nem szeretném felvenni velük a kesztyűt. Hogyha ők így teljesednek, ki, és úgy érzik, hogy nekik meg kell mondaniuk, hogy a nőknek amúgy hol a helyük, vagy hogy amúgy nem menne, ha nem lenne ilyen szép pofid, akkor nekem nagyon sok persze, persze. <laughs> akkor nekem nagyon sok energiám elmenne, és nekem rájuk nincs energiám azokra az emberekre van energiám, akik, akiknek érdemes, és akikkel érdemes. És ezt valahogy megtanultam, lehet, hogy a modell szakmában, hogy, hogy, a külső alapján nagyon sok, a külső alapján dolgozhattam. Ha nem voltam szép, vagy nem voltam elég vékony, akkor, akkor nem lehettem ott a bemutatókon. És ezt valahogy valahogy sokkal könnyebben vagy jobban kezelem szerintem, mint aki nem találkozott ennyiszer zárt vagy csukott ajtókkal, mint én, mert, mert nagyon sok esetben volt ez a modellkarrierem során, hogy nem én voltam a megfelelő modell, nem engem választottak a több száz szép lány közül, és igenis megmérettettek engem a külsőből Azért ott is nagyon erős farkas törvények uralkodnak. Igen. Igen. Ez Igen. életre nevelt akkor ezek szerintem, üzleti életre is ilyen szempontból. Bizony. Arra viszont, azt viszont nagyon-nagyon-nagyon biztosan mondhatom, hogy én soha nem szeretnék tökös legény lenni. Én nő szeretnék maradni. Az üzleti asztalnál, otthon a vacsoránál, a privát életemben, barátok között, úgyhogy ezt, ezt nem szeretném sem, sem feladni másért, sem bebizonyítani másnak. Tudod, a, mak tehát a számok nagyon-nagyon makacs tények, és ők engem bizonyítanak, úgyhogy erre nem tudok mit mondani azon kívül, hogy mosolygok egyet. Ezt szívből gratulálok mind a számokhoz, mind ez a hozzáálláshoz. Az a milyen változást hozott az életedben a tévés szereplésed? Most gondolok itt arra, hogy a, a maga branded, az már nagyon erős volt előtte Igen. is. Ez még látványosan dobott a rajta, vagy akár, a, vagy akár a személyes márkádon. Szerintem a személyes márkámon erősített, az üzletasszony létemen erősített, vagy mondhatni azt is, hogy jobban felfigyeltek azok, a, azok a, az üzletemberek, üzletasszonyok rám, akik eddig, eddig Tomán Szabinaként kezeltek, vagy a Igen. Igen. Tehát súlya lett jobban a... Súlya lett. szerintem ez egy idő után amúgy is megmutatkozott volna, de, de a képernyő felgyorsította ezt, ezeket az eseményeket utaltál arra, hogy sok álom van a padláson, azt hiszem így <gül> fogalmaztál. <laughs> Egyet, kettőt megmutatsz nekünk közül le, hogyha meg lenne az a társ, aki mellette meg tudná tartani magát csak a stratégiai pozíciódat, meg a, meg a szerelmet a, a brandeddel, akkor mi az, amiben belevágnál? E, mindenféleképpen a make-up lenne az. Nekem ugye én nagyon szeretek sminkelni, nagyon szerettem, hogy átváltoztatnak, hogy egyik bemutatón szőke ciklon, a másik bemutatón barna nyugodt hölgy vagyok. Tehát én ezt azt gondolom, hogy a nőknek, és lehet, hogy ezt is érzed, a nőiességet mindenféleképpen szerintem jó megélni. És én nagyon szeretem megélni, és nagyon szeretem magam átváltoztatni. Úgyhogy én a sminket egy játékszernek használom. Szerintem a női tárházban egyik, egyik olyan lehetőségünk, amivel szerintem érdemes élni. Ha nem is azért, hogy megmutassam, hogy milyen szép lehetek, hanem hogy magam magam jól szórakoztassam. Én ezt így szoktam mondani, mert nem kell mindenkinek smink, és nem kell, és, és, tényleg nem kell full smink folyamatosan, de ez egy számomra egy jó kis, hát egy, egy játékeszköz. Úgyhogy a, a Tomán make nagyon szeretném már kihozni. Az két éve dédelgetett álmom, már megvan a gyár, már megvan a, annyira a portfólió. Konkrét. Annyira konkrét, igen. A portfólió is megvan? Igen. Hát akkor ez már hamarosan. Igen, igen, dolgozom rajta. Tehát, hogy most tudatosan kezdem el az időmet beosztani, ahhoz, hogy jövőre ebben jobban ki tudjak teljesedni. Fantasztikus szívből gratulálok, és sok sikert kívánok Köszön hozzá. Szépen. Ha megkérdezném a lányaidat, hogy fejezzék be azt a mondatot, megkérném őket, hogy az én anyukám, akkor mit mondanának? Hú, hát a... most ez egy nehéz helyzet, mert van otthon egy tinédzserem aki rám csukja az ajtót, és van egy dackorszakosom, akitől csak azt hallom, hogy nem, nem akarom, úgyhogy így most így a szülői létem, hát kicsit, kicsit, hogy is mondjam, problémás, de azt gondolom, hogy számukra az, hogy én ott vagyok mindig, és, és, és mint egy Védő rá. Pontosan. Tehát, hogy ez, ez a szeren, szerintem ez a legfontosabb, amit én szeretnék nekik átadni. Tehát szeretném azt, hogy ők tudják, hogy én ott vagyok bármikor nekik. Bármilyen formában, amilyen formában ők szeretnék. Mindig az anyukájuk leszek, nem szeretnék a legjobb barátnőjük lenni. Az anyukájuk, a támaszuk, a bizalmasuk. Mi az, amit a leginkább szeretné, hogy ők tovább vinnének abból a hozzáállásból, amit te képviselsz? Olyan furcsa ez a generáció, ez az új generáció. Én, én sokat gondolkodtam ezzel, hogy, hogy ők mennyire könnyedén veszik. Nekem nagyon sokszor kellett megfelelnem. Ez a megfelelési vágy, ez, ez rettentően terhes tud lenni egy idő után. És azt látom, hogy ők ezt nem hozzák, szerencsére. De, jó. de, de a generáció, szerint, lehet, hogy a generációból adódóan nem hozzák. De az én nagylányom például ő, ő egy művész alkat, ő, ő lesz nem a nagy ezzel. lesz. Mit most animációs szakra jár, és ő, ő animálni szeretne, úgyhogy neki az az álma, az a vágya, illetve írni szeretne. Semmiféleképpen nem követni az én példámat, azt már látom, tehát hogy ebből, a család, ebből a saját álomból nem hiszem, hogy családi, több Tradició generációs lenne, vagy. üzlet lesz, ha csak a kicsi nem annyira talpra de ő még-még formálódik, úgyhogy a nagylány, ő, ő, ő azt gondolom, hogy egy művész, művész lélek, ő egy introvertált, ő szereti szereti a saját közegét, szereti megélni a dolgokat, nem szereti a Rivalda fényt, nem szereti a, a hogy is mondjam, az apukájának és az anyukájának a titulusát, ő, ő, ő ezt, ezt nem aminek, aminek én azért örülök, mert ő saját maga szeretne lenni, és azt gondolom, hogy Ennél többet nem adhatok egy lánynak, hogy, hogy ő képviseli azt, ami ő maga. Támogatod abba, hogy ő maga lehet. Pontosan. Azért, ami alapján leírtad, ő elég egy introvertált személyiség. Te milyen vagy? Én <laughs> Én gyerekkoromban pörögtem, színpadon táncoltam, énekeltem. Teljesen más, hasonló a kicsihez, Aha. mert a kicsi szereti, szeret, szeret, szeret a központban lenni. De, de, hogy én mindig szerettem volna többet, jobbat, előre menni kipróbálni, az ismeretlenbe ugrottam, tehát, hogy, hogy, hogy teljesen más. Azért kérdeztem legyen. két okból is. Az egyik az, hogy én egy felvett extrovertált viselkedésű ember vagyok, tehát én egy, egy nagyon erősen introvertált vagyok, és sokan ezen meglepődnek, illetve hát, azért igen. kérdeztem a modell szakmában is e, úgy tudom, hogy vannak többen, akik egyébként introvertáltak, de a kifutón ezt levetkőzik, és akkor ott a teljes pompájukban a másik oldalt sugározzák. Ezért lehet, hogy kézenfekvőnek tűnhetett sokaknak a válasz, hogy hát persze, hogy a Szabina egy extrovertált, de azért kérdeztem rá, mert így, hogy elmondtad a gyermekkort, így nálam is helyére került, de kell lehetett volna, úgyis. És akkor azt mondta, hogy a kicsi ő már azt viszi tovább, amilyen te vagy inkább? Ő, ő sokkal tápra esettebb, sokkal nyitottabb, sokkal akaratosabb. Úgyhogy ő, te akaratos ő vagy? Ő... Ez attól függ, hogy miről van szó. Úgy kérdezem, hogy nyilván a saját finom eszközeiddel éred el, ahogy az előbb is már beszéltünk erről. Senkire nem erőszak, tehát hogy nem, nem szeretnék rá tukmálni semmit, Aha. amit ő nem akar. Ezt értettem, inkább csak arra kérdezem, hogy úgy mennyire vagy ilyen szempontból kitartó, hogy azt mondod, hogy nem vagyok hajlandó azt elengedni, hogyha a fejembe vettem. Lásd, építettél egy gyönyörű grantot, Eben... egy vállalatot, de hogy az élet többi területére is igaz-e? Igen, ebben ebben nagyon következetes vagyok, és szerintem a legszigorúbb magammal vagyok, hogy betartsam a határidőket, hogy minden reggel ébredjek és mozogjak, és, 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 és ha diétázom, akkor diétázom. Minden reggel mozogsz? Igen. Ilyen életvitel mellett is? Igen. Hát ez fantasztikus, gratulálok. Képzeljük el azt, kérlek, hogy én egy kezdővállalkozó vagyok, Igen. és nem befektetőt keresek, jó? Jó. nem csak uh, szeretném megkínni Tomás Szabinát egy uh, kávéra és érdeklődne arról, hogy, hogy az álmomat, vagy a cégemet, a saját vállalatomat, vállalkozásomat, maradjunk még csak ennyiben, jó. vállalkozásomat most tervezem elindítani, és hálás lennék, hogyha az eddigi üzletasszony vállalkozó élettapasztalat alapján adnál nekem néhány tanácsot. Mi az, amivel engem így a, elindultanál az utamon? Először is, hogy mit szeretnél csinálni? Az jó pénz, vagy kettelés? Tehát, hogy projekte vagy hogy üzleti vállalkozásként tekintek erre? Igen. Ez egy azonnal eldöntendő Ez azonnal eldöntendő, ezen nem gondolkodom. Végül a kettő élhet együtt, ha jól gondolom, csak hogy melyiken van a fókusz, inkább. Aha, szerelemprojekt. Szerelemprojekt. Igen. Amúgy mit csinálsz, mert ha szerelemprojekt, akkor abból nem élsz meg. Ó, értem. <gül> <gül> Jó, értem, most egy kicsit már úgy érzem magam, hogy. Majd... F... Megkérted, én nagyon szívesen. Igen. Abból mennyit szétambi... tudsz áldozni? Arra, arra, mit építettél a szerelem projektem kívül, hogy bontakoztál ki, mióta foglalkozol vele, mennyit költöttél rá időben, energiában, pénzben, de hogyha két lábon állsz, akkor biztos játékos vagy, ami egyik szempontból jó, mint befektet, vagy mint vállalkozó, Igen. mert akkor biztosan arra is fogsz figyelni, hogy az is egyensúlyban legyen, de ha nem adsz fel mindent, és nem kockáztat, akkor csak lehet, hogy ilyen 50-50 ben működik a dolog, és lehet, hogy soha nem lesz egy nagy álom, ha nagy álmot szeretnél benne belőle. Mert ugye ez is nagyon fontos, hogy mit szeretnél belőle. Ha ez egy szerelem projekt, hogy legyen egy jó hobbid, ami talán még ki is fizetődik a hónap végén, vagy legyen egy hobbid, amire költesz, ami, ami, amit Néha-néha előveszel, amikor van kedved. Ezek nagyon fontos kérdések, főleg egy, egy olyan egy, egy tulajdonosú vagy egy vállalkozótól, aki aki most kezdi a szárnyait így, így kibontani és figyelni, mert, mert nagyon sokféle fajták vagyunk. És azt gondolom, hogy egy vállalkozás csak akkor lehet. Jól csinálni, hogyha beleadsz, mind ezt szerelem, és beleadsz mindent, és kockáztatsz. Hát, amit magadról meséltél, amikor hitelt vettél fel, az is erről szólt. Pontosan. Tehát ebben is hiteles vagy, mert neked ott ólint játszottál. Tehát Én... azzal mindent egy lapra tettél. Nem fel. is volt kérdés, igen. igen. És az is csodálatos, mert van egy társadalmi ilyen szerepvállalás oldalad is, ahol mentorként segítesz hölgyeknek, és én annyira örülök, mert hol tanítják ezt Szabina, tehát hogy nincsenek formális keretek erre a klasszik oktatási rendszerben, Férfiaknak sem, de hogy a hölgyek esetében meg még inkább ez egy úttörő munka, azt gondolom, és ez olyan nagyszerű, mert itt a bemutatásodból én most hál' Istennek már nem kell mondani a nézőknek, és csak annyit mondtam, hogy a vállalat elnöke vagy, amit te alapítottál. De itt azért vannak nagyon szép dolgok az év vállalkozója, kategória nyertese voltál 2019-ben, és itt van az UNICEF-fel való együttműködésed, hogy annak is a bajnoka és nagy követe vagy. Tehát itt a társadalmi... alapítvány, igen. Így van, tehát hogy több helyen, is, és, az a csodálatos, hogy erre is van még energiád, és hogy ebben is segítesz, és azt a tudást, amit te felhalmoztál, azt adott tovább, megosztod másokkal is. Ez csodálatos. Igen, elindítottunk egy Tomán Mentor programot, ezt kimondott a női vállalkozóknak, működő vállalkozó, vállalkozásoknak hirdettük meg. Én az elején nagyon féltem, bevallom őszintén, hogy 5-6 embernél nem lesz több, holott összeraktunk egy nagyon jó kis projektet minden hónapban, egy-két alkalommal találkozunk előadások, gyakorlati dolgokat kapnak, amit be kell illeszteni a vállalkozásokban. És hányszoros vagy... túljelentkezés van végül? Na és igen, hát Ну а это Úgyhogy így ültem és mondtam, hogy biztos, hogy ez az enyém? És mondjam, hogy hogy történhetett ez? És, és szerencsére igen, ott ott, ott van a fiokomban 83 vállalkozó, akiből kiválasztottunk tizet, úgyhogy most már e, ugye működik, most most lesz a harmadik ilyen e, előadás, program, ilyenkor két előadót hívunk meg, mindez félret próbálunk lefedni, hogy segítsük ezeket a vállalkozónőket. Tehát külsősöket is elhoztok meg. Pontosan, pontosan, sales gyereket befektetőket, olyan. Én is ott vagyok, de például Balogh volt a, az egyik előadó, Pistyúr Veronika, aki, aki, aki szintén egy hihetetlen mozgató rugója, mint a startupoknak, befektetéseknek és női vállalkozóknak, illetve annak, hogy igenis elfogadhatóan vállalkozást vezetni is lehet Magyarországon, és, és igenis CSR dolgokat is lehet csinálni. Úgyhogy, úgyhogy, egyetemi előadásokat nézünk meg, és tényleg az a kérésem itt a, itt a vállalkozóktól, hogy illesszék be a saját Akkor. Pontosan. És a végén, negyedikén lesz egy pícs előadás, amit nekik kell majd prezentálniuk, és a fő nyeremény pedig egy 500 ezer forintos mentorprogram csak velem. Úgyhogy igen, igen. És ezt, csak, csak, ezt mit csináljuk ami az én csapatom, és tényleg megpróbálunk segíteni olyan női vállalkozóknak, akik elakadtak, vagy csak éppen a növekedésnél azt az ugrást nem tudják meglépni, amit én már megléptem, és ezeket a tapasztalatokat átadom. A kátyúból tovább lendíteni őket, Bizony. igen. Döbbenetes, hogy ennyi energiád van, gratulálok hozzá. Képzeld azt el, kérlek, de csak fikció szinten, Igen. Uh, és majd 50 év múlva gyere vissza, kérlek, Jó. és beszélgessünk erről, hogyha azt mond rá most neked egy orvos egy diagnózis alapján, hogy Szabina, az a helyzet, hogy hat hónapod van hátra. Ezért mondtam az 50 éveset, hogy nem egy ilyen letargikus hangulatra vitállak. de akkor valószínűleg újra értelmeznéd az idő fogalmát, mi az, amit mindenképpen megtennél, ha ilyen helyzetbe kerülnél, lehet néhány dolog, tehát nem kell egyre szűkíteni, uh -huh. hanem néhány dolog, és mi az, amit soha többet nem tennél? Uh -huh. Olyan nincs, amit soha többé nem tennél. Tehát csak olyan dologgal foglalkozol most, amit egyébként is tennél, akkor is, ha meg, tudnád, hogy már csak ennyi időd van. Igen. Ehhez, először is ehhez gratulálok. Nézzük a másik oldalt. A másik oldal mindenféleképpen a családommal szeretném a legtöbb időt tölteni, velük, velük lenni, és azokkal az emberekkel, akik most is körülvesznek. Én a cégemmel fognám, és elutaznék valahova e, pár hétre, amikor csak velük, velük tölthetem az időt, és elmondhatom, hogy mennyire hálás vagyok nekik, hogy most így, és ezelőtt is velem voltak vannak. Mindenféleképpen leosztanám a feladatokat, hogy aki szeretné tovább vinni, azt tegye fel a kezét, és ki mit szeretne tovább vinni az enyémből, amit, amit ő kifisel jelenleg és a barátaimmal szeretnék nagyon sok időt még tölteni. Franciaul már nem biztos, hogy megtanulnék azt, majd a, azt a nyugdíjas időszakon, de hogy, de hogy aktívan csapnék bele ebbe a hat hónapba. Semmit nem sajnálnék, és semmit nem változtatnék drasztikusan. Az biztos, hogy, hogy inkább az emberek felé fordulnék, mint hogy most eladjak, vagy még több dolgot halmozzak fel de hát ezt is fogod tenni holnaptól, hiszen pihenni mész, amit nagyon megérdemelsz, és elmélyezén kívánok neked nagyon-nagyon sok örömet, a családot szeretteit körében, és nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás vagyok, hogy ebből a e, nagyon szűk időkeretből ennyit nekünk tudtál adni, és a nézőkkel meg tudtok osztani ezeket a nagyszerű gondolatokat, elhoztad nekünk, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én köszönöm a lehetőséget, és tényleg elnézést, hogy ennyire. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel ide a csatornára, jövő héten újra jövünk hozzátok, köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy itt voltál velünk, Szabina.